Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ahogy azt önök is láthatják, itt nagy építkezések folynak a BVSK pályán, rekonstrukciós folyamatok. Többek között például a stadiont, az atlétika pályát is felújítják. Ezzel kapcsolatban sportolókat kérdeztük meg, olyanokat, akik edzettek, vagy esetleg versenyeztek is a pályákon. Mai vendégem Honti Róbert olimpikon, aki 1968-ban Mexikóban képviselte színeinket. Mi volt számodra a legemlékezetesebb pillanat itt a PVSK-ban, vagy hát ugye több is lehetett, hiszen ahogy látod, a stadionunkat elbontották. Hát szomorúan látom, mert ezzel együtt az összes elraktározott mélyen vagy kevésbé mélyen lévő emlék is eltűnt. Én másodikos gimnazista koromban kerültem le a pályára. Verbőc József egyik fia, a legidősebb fia az osztálytársam volt a Nagy Lajosban, és így kerültem ide a pályára. Nagyon kellemes, mondhatnám, felejthetetlen éveket töltöttünk együtt. Nem is tudok választani, ezt még számítógépes sűrítéssel sem tudnám összesűríteni azt a sok élményt, ami meghatározó volt. Talán az első, az amikor még nem voltam atléta, számba véve elvitt a Szepi bácsi Cseperre egy országos versenyre, mint résztvevő, néző résztvevőt. Hát én életemben akkor jártam először Pesten, aztán a második PVSK-hoz, Szebi bácsihoz kötődő élmény, amikor az első méretre készített szöges cipőt megkaptuk. Pestre kellett utazni méretvételre, ott kaptuk meg, és nagyon-nagyon boldogok voltunk. És akkor nem sokára kaptunk egy melegítőt és PVSK feliratossat. Hát ezek olyan meghatározó élmények voltak, hogy ugye ezt képtelen vagyok elfelejteni. Ez egy több funkciós stadion volt, ugye abban az időben lehet, hogy ezt a fogalmat nem ismerték. Például volt színész, újságíró találkozó is. Az egyik ilyen rendezvényen te partjelző voltál. Hogy került erre sor? Hát Lovász Lázár volt a másik partjelző, is annyira értett hozzá, mint én. A bírót meg nem mondom, de azt hiszem, hogy a Hámori László. Tehát akkor volt olyan, aki értett a futballhoz, olyan is volt. És itt az öltözőben hát olyan színészekkel tudtam idézelbetest közelbe kerülni, mint Garas Dezső, aki megegyezte, hogy szólt nekünk, hogy nagyon figyeljünk, mert ezek mindig csalnak. Ez a megjegyzése az újságírókra vonatkozott. Hát ez úgy megmaradt bennem. Aztán kimentem, ugye sok néző volt, iszonyú kellemetlenül éreztem magam, mert azt se tudtam, hogy én most miért kerültem oda, illetve azért kerültem oda, mert ez az olimpia az valamilyen szinten kapcsolódott, hogy mint két pécsi olimpikon, akkor ez egy ilyen megtiszteltetés volt, illetve ennek volt egy akkora, számomra akkora élménye, hogy a Presser Gábor vezette LGT, Lokomotív GT zenekar itt játszott, azon a területen volt a helyük, ahol mi heverésztünk edzés közben, meg edzés előtt, meg utána. Az olimpiáról, Mexikóról majd egy későbbi időpontban fogunk részletesen. Szóval egy óriási élmény volt, de mégis azért úgy érzi az ember, hogy talán itthon jobban tudott volna felkészülni. Hát az edzőtáborokat kezdetben nagyon élveztem, mert nagyon finom ételeket lehetett enni, és bőségesen, ugye itthon az ember nem volt azért úgy elkényeztetve ilyen szinten, mert anyám az utasellátónál dolgozott, apám pincér volt, és mikor sok minden fájdalom összejött, akkor elmentek harkányba, és azt mondták, hogy csinálják magamnak rántottát, ebédre. Hát ilyen is előfordult, mondjuk ezzel atlétizált az ember, illetve
élveztem azt a részét az edzőtáboroknak, amellett, amit az előbb említettem, hogy olyan sportolókkal lehetett testközelbe kerülni, akiket csak az ember vagy újságból, vagy egyéb vonatkozásban látott, hallott. És ott volt még egy olyan élményem, ami felejthetetlen, a Kozma István birkózó elkérte a kis táska rádiómat, és egész másnapig izgultam, hogy mikor fogja visszaadni, mert ő neki külön szobája volt, egymaga aludt egy négy ágyas szobában, és az ő napi rendje az olyan volt, amit ő akart, és nem épp 10 órakor délelőtt még mindig nem kelt föl, mondom, most mi lesz a rádiómmal, de hát meglett végül.